Na kurva élekbe, ki az japi fasz, hogy jön már ilyen későn, ba? Ki a szar vagy? Ne, mi a fasz van, ba? Valami baj van? Mi? Na, nem semmi, csak elfogyott a pénzem és meg akarom falkalni Katát. Adjál már kölcsön. Hát kurva élekbe, tele van már faszom ezzel a kibaszott meróvölcsével. Valami új munkát kéne már nézni, mert a faszom van ez az egész szar. Hát akkor pont jókor jössz, bazd meg. Pont most olvastam az újságban egy kibaszott álláshirdetés, bazd meg. Valami kibaszott kidobó emberszeresnek a szar. Milyen hirdetést erre, ne ugass már. Itt van, bazd meg, le van írva, hogy csinálj. Nem hiszed el nekem, hát olvasd el. Jézd, ütöst. Felvettünk két parasztot, de még kell egy harmadik, mert ezek akkora seggfejek, hogy azt se tudják, hogy ki a büdös faszomat lehelnek szét. Ez a harmadik meg megmondja nekik, hogy ki a fasz kell, hogy szétkapjanak, fasz meg. Hát nem, az is, amit ki nem találnak manapság. Mint a nekem találták volna. Akkor jelenkezel, bazd meg, hogy mi lesz? Hát még meggondolom, bazd meg. Hol nekem találtam neked való meló? Hát is te rohasztod bele a faszát ebbe a kurva babakocsiba, bazd meg, meg beléd is, hogy nem bírod alébb rakni. Hát, bazd meg, semmi nem lehetsz számítani, kurva életbe. Na, hogy van a legújabb üzleti befektetésem? Ha? Még egy pár év és mehetsz az utcára kurválkodni. Ha, kurva anyám, bozd meg. Hozzal egy jó pénzt, és olyan kurva jó lesz. András, beszélnem kell veled, bozd meg. De nagyon fontos dolog rám. Úgyhogy jó, figyelj, bozd meg. Na mondjad, bozd meg, mi a faszt akarsz már megint? Andikáról akarok veled beszélni. Nem mondjam, hogy Andikából is kurvát csinálj. Ugyanúgy, mint belőlem, meg Katából, bozd meg. Te neked réslátásod van, te hülye strici, bazd meg, réslátás? Mi a faszom az? Hát tudod, hogy csak a lyukát látod a nőnek, bazd meg, hogy minden lyukból csak pénzt látsz. Te hülye fasz, és azt mondja, nem tetszik, fussál Miklóshoz, hívjad felfele! Ja, abba hívom is, bazd meg, az biztos. Te mész a faszba! Ah, kurva anyádat. Miki! Miki! Kurva életbe, vedd már fel, mi a fasz, nem veszik. Na, mi van? Nem vette fel. Jó, megszívtad, bazd meg, jó, megszívtad. Igen, megszívtam, örülsz. Egykorban neked nem elég? Nem, hát. Miért nem? Na figyelj, bazd meg, ha Andikából nem lesz kurva, akkor megyek és eladom. Na szevasz. Megyek is, bazd meg. Ezt a kurva, hé, hey, szevasz, Miki, mi zúsáv? Szevasz. Hé, hey, jó, nézd, elkifurottál bár? Köszönjük. Ha? Elég. Á, nem. Kiütöttem egy faszt, egy adósom volt, 3 perc alatt káos, aki ütöttem, bazd meg. Nem akar fizetni a köcsög. Ja, az más. Ja, figyelj, csak beszélnünk kéne, bazd meg. Na, mondjad, mi a probléma, bazd meg, segíthetek? Szóval arról van szó, hogy gyakorlózik a szállítmány. Tudod, az ukránoktól, a pia. Ja, azt a kurva, azt akkor most mit csinálják? Hát nem tudom, le kéne számolni az ukránok. Na jó, majd ráküldöm Józsit. Majd elintézzük a köcsögöket. Ez nem fog menni. Na, mert mi a faszért nem menne, bazd meg? Azért, mert ki akar lépni. Komolyan mondom, ez így igaz. Elvészte a picsába. Hát, értek, verekedés van. Fú, ezt nem hagyom ki, megyek be. De figyelj, gondolkozzal a dolgon, ne vegy félváról. Gondolod? Ne baszd meg kívülünk, András, hát ne add már el Andikát, bazd meg, mégiscsak a mi gyerekünket. Gondolkozz már egy kicsit, higgadt fejjel, bazd meg, te hülye. Mi a fasz van? Bazd meg, most már idáig eljöttünk, eladjuk, bazd meg. Innen már nincs vissza, úgy nem érdekel. De gondolkozzál már, bazd meg, biztos van valami másik megoldás, használd már. Na, ide figyelj, most már döntöttem. Na, mondjad akkor, mi a fasz döntöttél, te fasz? Lökjed, mi az ábra, bazd meg? Nem adjuk el, de akkor elmegy kurvának, világos? Jó, jó, legyen kurva, csak ne adjuk el, könyörgöm. Na, ide figyelj, bazd meg, ez a gettó törvénye. Itt a nők kurvák lesznek, a férfiak pedig gengszterek, bazd meg. Világos? Na. Á, és akkor így ki tudjuk rabolni az államot. Pontosan. Kiraboljuk az államot, és ebből fogunk megélni, érted, bazd meg? Mindenféle illegális dologból, bazd meg. Na. Á, most már leesett. Csak már beizgultam. Felállt a pinám is. Na, basszájba. Menjünk be a buduba, és kúrjunk egy nagyot. Figyelj, van nálad koton? Nincs, de minek az? Menjünk dugni! Még egy ilyen kibaszott, mocskos stroger fassárvot, bazd meg. Mit kell visszahallanom rólad? Ki akarsz lépni? Ez mi ez a kibaszott hülyeség? Magyarázd már el nekem, bazd meg! Mi a fasz, hogy ki akarok lépni, bazd meg? Hogy mi a fasz? Lemered tagadni, bazd meg. Zsoltól kaptam a hírét, bazd meg. Ki akarsz lépni, bazd meg? Ilyen hülye baromság. Na, Zsolt egy hülye fasz fej. A faszomból vesz ilyen baromságot, bazd meg. Adjál már, bazd meg. Nehogy már azt mondd, hogy hazudik. Utána, amikor két jó emberem között kell kiválasztani, hogy melyikük hazudik, bazd meg. A faszom tele van. Aki átbasz, az basszom bét is. Baromság ez az egész, én mondom neked. Faszomat, bazd meg. Ez baromság, bazd meg! Ez hülyeség! Én akkor sem lépek ki ebből a kibaszott családból, ha kirúgtok, bazd meg! Én Vietnámban is hű voltam a csapatomhoz, a családhoz is hű leszek!
Félre! Hey! Mi a fasz baja van ennek? Te figyelj, intézkedtél már a kotongumik ügyében? Most hozza Misi egy zsákkal, ülj már le, bazd meg. Á, szia, Szivi, figyelj csak! Mennyi a tarifád? 3000 egy menet. És hogyan? Kotonnal? Hát igen. És koton nélkül? Hát úgy 5000, de akkor előre kell fizetni, tudod? Hát ne basszál meg ki velem, öcsém, hát ilyen kibaszást. Hát miért? Hát sajnálom, a stricis szabja a szabályokat, nem én. Ez van. Na jó van, fizetek, csak menjünk már kefén, mert olyan kibaszok kangörcsöm van. Szétbaszom a pinádat, bazd meg. És utána tudod, mi lesz, he? Mi? Szétkefélem a szádat is. Hát kurva életbe, hé, Józsi, figyelj már, az ukránokkal megint baj van, bazd meg, menjél már. Mi a fasz csináltak már megint? Megint ellopták a piát, bazd. Na kurva anyukat, mindig átosznak téged. Parasztok rá. Szétkapom őket. Jó, akkor siess, mert már késésbe vagy, bazd meg, gyere. Hozzá. Szarok a falra, bazd meg. Ákos! Tessék! Várjál már meg most már, hova rohansz? Várjál már egy kicsit. Figyelj, miért nem akarsz velem kefélni, he? Azért, mert te prostituált vagy, és más férfiakkal pénzért szeretkezel. De viszont nekem vannak a legjobb melleim a kerületben. Tényleg szépek a melleid, de amíg prostituált vagy, addig nem szeretkezhetünk egymással. Majd ha már nem leszel az, akkor majd fogunk egymással szeretkezni. Jó lesz? Az Isten bassza meg, hát nem igaz. Most meg mi a fasz bajod volt, elárulnád, bazd meg? Fasz, hogy nem volt nálunk otthon, bazd meg. Tudod ki a fasz akarja elköpni a kibaszott tűzbenedet? Hát ez nem igaz, mindig ez a kibaszott kurva rinyálás, bazd meg. Te mondtad, hogy kúrjunk, bazd meg. Te mondtad, én meg beleegyeztem, bazd meg. Most meg mi a fasz, ki bebasztam volna a kékeres faszomat, az kész, bazd meg. Mi a fasz kell adni tűzbe? Hogy lehetsz én érzéketlen, bazd meg? Milyen bazd meg, menj a kuncsaftjaidhoz, bazd meg, azok szívélyesebbek veled, azt hiszed, he? Néha nekem gyengétség is kell, érzelmekre is szükségem van, te hülyek fasz. De ha te ez mind nem fontos, akkor bassz a kibaszott kurva anyáddal, te köcsög. Mi, bazd meg? Mit dumálsz nekem, bazd meg? Hát, ja, legközelebb gyengéd is lehetné hozzám, mert akkor a strihelés is jobban menne, és ez az üzlet szempontjából se lényegtelen. Faszt! Akkor megyek és leszopatom Krisztát, bazd meg. És beköplek Miklósnak is. Szia, Szivi, hol voltál? Megbaszott egy kölyöttél. De remélem azért lefizettél utána, tudod, ki nem állhatom, mikor a kanikóra bűzik egy kurva, ha? Tudod, hogy van, ki nem állhatom. Zsuzsának is szoktam mondani, fürödj meg, te büdös kurva, mert orba basztak, hogy nézel? Mellé fekszel, piszkos mocskosan, mi vagyok én, büdös cigány vagy? Sziasztok! Miről akarsz megfeszülni? Akarsz most szokni? Nem szerettem a gecit. Francba, azt hittem az enyémet lenyelned, hát legalábbis elvárnám tőle. Jó, a tényedet lenyelned. Te mégis csak a sicil vagy, és a kedvedben szeretnék járni. Van nálad kocsi? Sajnos elfogjuk az utolsó. A franc van állam, sincs. Nem baj, majd Taurától veszünk. Nem, és neki van egy zsákkal. Hára, de faszom. Faszom, ki van ezzel a köcsög Nándival, bazd meg. Ugráltat itt egész nepecsém. Mosogasd el a tányérokat, meg törölgesd el a parrakat, fasz, ki van már. Nem is mondtam még neked, tegnap kefiltem egy kiadósat, basszom. Ne bazd már, öcsém, komolyan. Nem fogod kitalálni, kit kefiltem meg. Na mit gondolsz? Katárd, bazd meg, sikerült megfűzni Marigoncot. Menj a faszomba. Tudod, két trükköt az a hihetlen bazzék. Megtudított a 69-es pózot csinálni. A faszom majd leesett. Ami azt jelenti, én leszarom, ha nem élheted. Elmondhatanám neked, hogy többet kúrok, mint te bazd meg. Ez tuti. Le vagy te szarva, bazd. Ne ugass már, mert leütlek, bazd meg. Tudod, kiveszi be ezt a hülyeséget. Komolyan így van, bazd meg. Minden nap más nővel kúrok, öcsém. A marok marcsával való baszás nem igazi baszás, bazd meg. Úgyhogy ezzel a szöveggel jobb, ha elhúzol a picsába. Szevasz! Szevasz, verjek a pucárba, hapsikám, bazd meg. Na mi újságban, hogy megy a meló? Ú, látom, pofásodik, bazd meg. Hát, figyelj, még egy pár nap, és akár már be is költözhetsz, bazd meg. Csak egy kis simítás van hátra. Eljut eszembe. Nem kérsz egy sört, bazd meg? Ehogy nem, bazd meg, hát jöhet. Oké, mindjárt hozom, bazd meg. Ú, de kibaszott baró ez a tapéta, bazd meg. Hát, kicsit még ragad. Na, tessék. Hát, kösz szépen. Látom, keményen dolgozol ám, bazd meg. Hát,
tudod, kell a pénz, meg sokat is baszok, az az igazság. Jutalmat érdemelnél, azt mondom. Mégis mire gondolsz? Ami azt illeti, egy jó dugásra mindig vevő vagyok, basszok. Nem tudsz valami ilyesmit? Dehogy nem. Kúrodsz egyet. Ingyen. Ő, ez kibaszott, jól jön, bazzik. Már egy hete nem látott pinát a farkam. Figyelj, csak most túl szarul megy a bolt ahhoz, hogy ingyen dugj. De majd később kúrsz. Oké, rendben van.